Izgatottan várták és végig jól szórakoztak a muzsikás együttes rendhagyó énekóráján a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A diákok nem csak a népzenével ismerkedhettek, hanem az ősi hangszerekkel is. Két órát is tartott a zenekar, egyet a felsősöknek, egyet pedig az alsósoknak. A népzene nagyon közel a szívemhez, 8 éve azt tanulom, és amikor táncolán vagyunk, én is szívesen éneklek, amiket tudok. Az idén 50 éves muzsikás együttes bejárta az egész világot, azonban zenéjükre itthon lenne a legnagyobb szükség, főleg a tanulói ifjúság számára. Ebbe az irányba 2004 végén kezdtek el lépni. Az a céljuk, hogy arról a zenéről, hangszerekről, szokásokról meséljenek, amit a falu megőrzött. Ki gondolná például, hogy vannak olyan dallamaink, amik több ezer évesek, több ezer év óta kísérik a magyarságot. Hát ezt nem gondolnak, és ha kellene mondani ilyet, hát az ember bajba lenne, ugye? Közben olyan dallamok ezek, amiket a honfoglalók már daloltak, már az előtt. Több ezer tudomány bebizonyította is. Balipap Zsuzsannának, aki maga is az iskola diákja volt egykoron, sikerült a muzsikás együttest meghívni, mondta Sonfai Eszter Dóra, intézményvezető. Nagyon-nagyon nyitottak, de nem csak az ének zenetagozatos, illetve az ilyen orientációs osztályok, hanem általában a gyerekek nagyon nyitottak erre, és nálunk van lehetőség arra, hogy alsó tagozatban népzenét, népi táncot tanuljanak, és hát ez látszik is most az együttes, ahogy fogadta a gyerekek hozzáállását, nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó kis csapat volt. Az evangélikus iskola után másnap az Apácaiban is tartott két rendhagyó énekórát, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes.